Holnap indul az oltási kampány új szakasza. Azok közül, akik előre regisztráltak az interneten vagy levélben, a legidősebbeket kezdik oltani. A jövő hét elejéig nagyjából 10 ezer ember a házi orvosától kap Moderna oltást, 30 ezer embert pedig a kórházi oltópontokon Pfizer vakcinával oltanak be. A Modernát könnyebb szállítani, kevésbé érzékeny, így az ampullákat már ma megkapta több házi orvos. A kormányhivatal munkatársa vitte szerdán a Moderna vakcináját 7 házi orvosi rendelőbe Zalaegerszegen. Ezekkel a készítményekkel kezdődik a hét második felében a legidősebbek oltása. Szétszortíroztuk őket 6+10-re, és most tulajdonképpen mindenki tudja a dolgát. 16-an kapják meg vasárnapig a vakcinát ebben a körzetben. Közülük 8-an mennek el a házi orvoshoz, 2 főt az otthonukban keresnek fel, 6-an pedig oltópontokon kapnak injekciót. Mind a 16 páciensünk, aki a listán volt, azon örömmel vállalta, de hát még csak nagyon variálnunk se kellett. Az első 16 páciensünk lesz oltva, aki a listán volt. A fecskendők, az injekciós tűk és az amerikai Moderna vakcina is a hűtőtasakban, csütörtökön indulhat az oltás Pécsen is. Ezt tervezetten minden beteggel előre megbeszélve, egy megbeszélt időpontban a rendelőben fogják megkapni. Egyes esetekben, ha nagyon szükséges és a beteg nem mobilis, akkor a beteg otthonában is beadhatja a háziorvos ezt a vakcinát. Baranya megyében a 40 legnagyobb praxis kapott a vakcinából, ezekben mintegy 1600 embert oltanak be. Mennyiség függvényében tudunk haladni, mert hogy a tanulságunk az elmúlt időszakban az, hogy az ellátórendszer, a háziorvosi fekvőbeteg ellátó intézményrendszer fel van arra készülve, hogy leoltson, egy szűk kapacitásunk van a rendelkezésre álló oltóanyaghoz. Kecskeméten is elvitték a háziorvosok a praxisukba szánt vakcinát és oltóeszközöket. Az oltási reakciókról és a kizáró betegségekről szóló tájékoztatókat is megkapták. Ezekkel egyértelműen eldönthető, hogy ki kaphat és ki nem a vakcinából. Éppen ez a lényeg, hogy az egyéb betegségben szenvedők is megkapják, pontosan azért, mert tudjuk, hogy a cukorbetegség, a magas vérnyomás betegség, az elhízás, az hajlamosít a fertőzésre, illetve a súlyosabb lefolyásának a betegségnek. A brüsszeli vakcina beszerzési program nem csak lassú, hanem a szállítások is akadoznak, ezért át kellett szervezni az eheti oltási programot Bács-Kiskun megyében is. Azok a praxisok kapták meg ezt a vakcinát, a kisebb járásokban 3, a Kecskemét esetében 15, tehát ez volt a limit, és arra törekedtünk, hogy ahol nagyon sok az időskorú beteg, tehát nem a kártya szám, az időskorú beteg, azok már minél hamarabb el tudják kezdeni az oltásokat. Tolna megyében is már mindenhol ott van az oltóanyag, amivel 930 idős ember szerzi meg a koronavírus elleni védettséget. A rendelőkön kívül itt is vannak oltópontok. Lehetősége volt 123 háziorvosnak arra, hogy további 6-6, összesen 730 időskorú embert pedig oltópontokon, Szekszárdon, Dombováron, illetve Bonyhádon oltsanak le. A fővárosban is kiszállították 440 praxisba az oltóanyagot, Budapesten is a Moderna készítményével oltanak a rendelőkben, illetve praxisonként 6 idős kapja meg a Pfizer vakcináját az oltópontokon. Mit jelent a 440 praxis, a 440 vakcina? Ugye egy vakcinából 10 adag oltóanyag nyerhető ki, tehát ez 4400 idős regisztrált oltandónak a beoltakozására alkalmas, körülbelül ugyanennyi Pfizer vakcinával, ugyanennyi idős kerül majd Pfizer vakcinával is beoltásra. Tehát most azt lehet mondani, hogy ezen a héten nagyságrendileg van 9000, tervek szerint 9000 regisztrált legidősebb korút fogunk beoltani. A 40 ezer főnek a beoltását tervezzük tulajdonképpen a napokban. Csak nem 3-szor annyi embert oltottak be eddig itthon, mint ahány aktív fertőzött van, és ez a szám tovább emelkedik. Erről az országos tisztifőorvos beszélt hozzátéve, hogy mintegy 40 ezeren kapják meg a vakcinát a hét utolsó napjaiban. Müller Cecília kiemelte, a koronavírus.gov.hu oldalon megjelent az a tájékoztató is, amelyben leírták az oltás menetét, a vakcina típusát és a védőoltás előtti teendőket is.
Ha ezt tanulmányozzák, akkor számos kérdésükre választ kaphatnak. Ajánlom szíves figyelmükbe, és hogyha ezen túl is még bármilyen kérdésük marad, azt is nyugodtan tegyék föl a háziorvosuknak, vagy ha a háziorvosukban is van még bármi nemű bizonytalanság, akkor a megyei oltó csoportokhoz forduljanak bizalommal. Müller Cecília aláhúzta, később azokra is sor kerül, akik most valamilyen okból lemaradtak erről az oltási körről. Minden attól függ, hogy mikor és mennyi oltóanyag érkezik az országba.